Második Rákóczi Ferencet ezer szál kötötte Kárpátaljához. Erről a vidékről indult a fejedelem vezette szabadságharc, amelynek első győztes csatája is itt zajlott, a tiszaújlak tiszabecsi révért, és a fejedelem itt tartotta utolsó országgyűlését is. Ezekről az eseményekről sokan hallottak már, de a Kárpátok hegyei között az égermezőn fakadó Rákóczi forrás csak nemrég vált közismertté. A legenda szerint a Lengyelországba tartó Rákóczit a huszti járási égermezőn élő ruszinok, akik a Rákóczi szabadságharcban az ő oldalán harcoltak, elbújtatták az őt üldöző császári csapatok elől. A fejedelem ivott a forrás vizéből, ezért kapta a helyiektől a bofcár, magyar fordításban az itt járt a cár elnevezést. A forrással szemben lakó ruszin család nemzedékeken keresztül ápolta a forrás környékét. Amikor 1947-ben bejöttek a szovjetek, tönkretették a forrást. Az emléktáblát nagyapám találta meg és eldugta az istálóba. Aztán, amikor az apám építette ezt a házat, akkor megtalálta. Az 50-es években tették vissza a bátyjával meg a sógorával. Még a millennium évében állították ezt az emléktáblát, amely azt hirdette az erre járóknak, hogy itt járt második Rákóczi Ferenc. Sok évvel ezelőtt szerveztünk közösen egy kerékpártúrát, ami egészen Aknaszlatináról indult, és hát a Rákóczi forráson át, a Vereckei hágón, illetve utána majd a Turul emlékműnél végződött. Akkoriban is fontosnak tartottuk, és jelenleg is fontos, hogy emlékezzünk azért a történelmünk nagy eseményeire, és hát foggal körömmel továbbra is ragaszkodunk ahhoz, ami a miénk volt, és ami a miénk kell, hogy maradjon. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a forrás környékét rendbe tette, és tetőt építettek fölé, ezáltal is védve annak tiszta, a hegygyomrából fakadó vizét, amely még most is iható. Az emlékhelyet 2019-ben avatták fel. A legenda szerint ez a forrásvíz volt az, ahol Rákóczi utoljára ivott a Kárpátok vizéből. A KMKS minden évben szervez megemlékezést a forrásnál. A felső tisza vidéki magyarok rendszerint júliusban a szabadságharc első győztes csatájának évfordulóján keresik fel ezt a helyet. A 60-as évek végén kezdődött, meg a 70-es évek elején, amikor Stung Benedek Andrásékkal és egy néhány diákkal együtt végigjártuk a Rákóczi emlékhelyeket. Többek között eljutottunk ide is, és már akkor elhatároztuk, hogy ennek a helynek itt létjogosultságban erre vigyázni kell. Az anyaország számára is fontos, hogy a kárpátaljai magyarok őrizzék az ősök emlékét, emelte ki Buczkó István, beregszászi konzul. Ameddig lesznek olyanok, akik ezeket az emlékeket, emlékhelyeket ápolják, felkeresik, addig a magyarság meg tudja őrizni az identitását. Tudnék, attól leszünk magyarok egyrészt az anyanyelvünktől, másrésztről pedig az, hogy a hagyományainkat, azokat igyekszünk megőrizni, átalakítani az új generációk számára. Ez a célja egy nyugdíjas aknaszlatinai bányásznak is, aki kerékpárján rendszeresen megjelenik a magyarság rendezvényein Kárpátalján. Le kell róla tiszteletet, hogy éreztessük a nagyvilággal, hogy mi magyarok itt ősök vagyunk, őslakósok, és nem feledjük a múltunkat, nem szakadunk le soha gyökerektől. Rákóczi emléke a kárpátaljai magyarok és ruszinok emlékezetében is elevenen él. Nem csak utcákat, tereket neveztek el róla, hanem Kárpátalja egyetlen magyar felsőoktatási intézményét is Beregszászban. Mindez bizonyítja, hogy az itt élők büszkék történelmükre, és mindenáron őrzik őseik hagyatékát.